A hibrid búzák magyarországi elterjedését nagymértékben segítette a fajták bő termőképessége és termés stabilitása. Azonban az utóbbi egy-két évben már egy másik tényező is szerepet játszik a búzafajtáknál, ez pedig a minőség. Jogos elvárás a termelőktől, a termelőinktől, hogy az elmúlt évek szerzett tapasztalatai során, melyet a hibrid búzákkal hazai körülmények között elértek, ma már a minőségorientált hibrid búzatermesztés is maximálisan fókuszba kerül. Ennek következtében mi megtesszük ajánlásainkat mind a minőségorientált hibrid búzatermesztéshez, mind a fajták oldaláról, mind pedig technológiai szempontból. Mi veszélyezteti ilyenkor a minőségi búza előállítását? Egyrészt minden esetben szükség van a harmonikus tápanyagellátásra. Ez természetesen az alapozó műveleteknél indul, és napjainkban is szükséges ezt átgondolni. Úgy, mint jelenleg például a zászlóslevél kiterülés állapotában, idejében, nagyon fontos az, hogy a levél konyháját, úgymond a zászlóslevelet megvédjük, itt a különböző gombaölőszerek alkalmazására gondolok. Továbbá például a fotoszintézis aktivitását segítő lomtrágyákat használjunk. Ilyen például a magnézium szulfát, azaz a ismertebb nevén a keserű só alkalmazása, mely nagyon jótékony például a hibrid búzáknál a minőségorientált termesztés során. Az, hogy lomtrágyákat adunk ki, ez föltételezi azt, hogy még növényvédelemben is részesíteni kell ilyenkor a búzatáblákat. Nem pihenhetünk. Talán elmondhatjuk azt, hogy a termelő sohasem pihen. Mindig morfondírozik, és mindig musztrálja az állományt. Idén azt tapasztalhatjuk, hogy nagyon komoly vetésfehérítő kártétel volt, ami jelen volt a kalászos állományokban. Ez többé-kevésbé sikerült most a kalászolás idejére a termelőknek kezelniük. Azonban előttünk áll még két rovar kártevőnek a lehetséges jelenléte, ilyenek például a szipolypoloskák és a szipolyok. A szipolypoloska minőségi kártételt tud okozni szúrásával a viaszérés irányába tartó szemeknél, a szipolyok pedig gyakorlatilag mennyiségi kártételt tudnak okozni azzal, hogy kitúrják gyakorlatilag a szemeket a kalászokból. Most itt vagyunk a Szigetközben Püski határában, itt most javában virágzik a búza. Így van, ez egy különleges adottságú helyszín, mindenki ismeri, hogy a Duna jótékony hatása érvényesül, kellően párás környezet van itt. A kalászosok jól érzik magukat, azonban ez a párás környezet azért jelentős különbségeket képes okozni akár a kortani adottságokban, illetve az ellenálló képességükben az adott hibrideknek, és hát bizony fokozhatja ez a körülmény, ez a párás környezet egyes kártevők fellépésének a lehetőségét is. Mikor kell ebbe még belemenni a termelőnek az ilyen stádiumú búzába? Elmondható az, hogy a zászlóslevél kiterülését követően még rendszerint szükség van gombaölőszeres védelemre, hiszen ekkor a zászlóslevelet képesek vagyunk megvédeni, a további asszimilációs lehetőséget biztosítani, továbbá a kalászvédelem is kiemelt szerepet kell, hogy kapjon, hiszen a fuzáriummal szembeni védelem egyik alapfeltétele annak, hogy minőségi kenyérgabonát termelhessünk. A fuzárium mellett más gombabetegség fölütötte a fejét az idén tavasszal? Igen, találkozhattunk erősen lisztharmat jelenléttel, annak ellenére, hogy szárazak voltak a körülmények, de a jól fejlődött állományok mélyén olykor lisztharmattal találkozhatunk, illetve némi szeptória jelenlétére is fény derülhetett, de zömében gyakorlatilag a búzák fejlődését ezek a gombakártevők nem befolyásolták. Most tényleg az a feladatunk, hogy az előttünk álló következő 5 hétben a felső egyharmadát a növényeknek megvédjük, megvédjük a kalászt, megvédjük a zászlóslevelet, hiszen még jelentősen hozzájárul a jelenlegi fotoszintézis a minőség javulásához is. Ha nem figyelnek oda ezekre az intelmekre a termelők, akkor mekkora termés mennyiség kiesést okozhat ez? A termés kiesést elsősorban már ebben a stádiumban tényleg az egyes rovarkártevők okozhatják. Itt a fertőzés mértékétől függően egy 10-20%-os termés kiesés is kialakulhat. Továbbá a minőségben jelentős romlás tapasztalható, amennyiben például a szipolypoloskák ellen nem sikerül időben védekezni. Szóval mindenképpen figyelmet érdemel a következő 5 hét.